Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör. Mai műsorunkban megnézzük Bórián Norbert kiállítását, valamint a Vasvári Házban nyílt friss tárlatot. Ellátogatunk a Művészeti Gimi magánének szakosainak koncertjére, valamint a Tiffany's Lips első élő próbájára, végül pedig a programajánlóval búcsúzunk, tartsanak velünk! A művészeti kar szobrász hallgatói közül mondhatni, hogy talán Bórián Norbert a legaktívabb kiállító. Most a Maláta bárban mutatta be néhány lendártos projektjét, a műfajból adódóan fotókon. Ezt a munkát néhány éve egy zsolnai fesztiválon láthatta a közönség, a többi viszont egy velencei szimpóziumon készült. Mivel mindegyik land artos alkotás, a helyszínen valósultak meg, és csak a fotók alapján kaphatunk róluk képet. Oda mentem a helyszínre, van egy frankó kis sziget, beveztem minden nap kajakkal a szigetre, és akkor így ami a természetben így adódik, találtam, gyűjtöttem, és akkor azokból építkeztem, ami jött igazából. Szóval ilyen ösztönös munkák igazából. Ez 2012-től járok erre a művésztelepbe, és minden évben csinálok különböző munkákat. Nem találtam ki egyiket se előre, hanem ott a helyszínen. Két hétig ott voltunk, és akkor napközben dolgoztunk, gondolkodtunk, rajzoltunk, és ami így jött ötlet, azt valósítottam meg. A Velencei tó környezete sokféle lehetőséget nyújt egy szobrász számára. Találtam egy régi konzervdobozt, beépítettem csigával, akkor ilyen csipkebogyók, termések, különböző ilyen zöld dolgok, liánok, nád, sás, és ezekből lehet így kombinálni a dolgokat. Több munka is van, amit változtattam így a talált verzióján. Például van egy munkám, amit a sörös dobozokból hajtogattam, a Halászat című munka. A sörös dobozokat kifordítottam, és azok vannak meghajtogatva, ilyen hal formájúja. Egy másik munkánál a csónaktemetőnél ott pedig ilyen csúszdiágasokat gyűjtögettem, és azokat kötözgettem össze ilyen csontvász szerkezetbe. Szóval azért átalakítottam az anyagokat, amiket találtam. Ez egy ilyen formai asszociációnak mondanám ezt az egészet, ami létrejött. Nem bonyolítanám túl szerintem ezt a dolgot. A kiállítás címe Adekvált, land artos alkotásról lévén szó, de nem csak ezért kapta a tárlat a Vissza a természetbe címet. A cím onnan jött, hogy előző fél évben készültem a szigorlatra, a művészettörténeti szigorlatra, és a rokokónak volt egy ilyen irányadó mondata, ez a Vissza a természet, és akkor azt gondoltam, hogy ebben az évben erre törekszem, hogy a különböző kiállításomon ezt a szót, vagy ezt a mondatot szeretném visszaadni többféle módon, és a diplomunkámnak is hasonló címe lesz, vagy benne lesz ez a két szó. Bórián Norbert munkáit még március 20-áig nézhetjük meg a Maláta bisztró és sörbár falain. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola magánének szakos növendékei néhány héttel ezelőtt tartották koncertjüket a Művészetek és Irodalom házában, ahová mi is ellátogattunk. Mind az 5 évfolyam énekesei bemutatkoztak a koncerten. Áriákkal, duettekkel, műdalokkal és kamaradarabokkal adtak számot tudásukról. A vizsgájuk megvolt decemberben, hanem ez egy tanszaki hangverseny, ami főleg a szülőknek, hozzátartozóknak, barátoknak szól. Tehát ez az, ami úgymond tét nélküli osztályzattal már nem jár, vagy nem kell erre számítaniuk, hanem pont ezt mondtuk a gyerekeknek, hogy
ennyiben oldottabb a hangulat, hogy itt amúgy is jó indulata vagyunk innen nyugban nyilván, de hogy itt tényleg a rokonoknak fellépés ez, akik a vizsgákon meg a tanórákon nincsenek ott. A tanároknak van a főszava a darabválasztásban. Léteznek bizonyos kották, tehát a kotta irodalom, amelyek a magánénekes tanulást segítik elő, és akkor főleg ezekből válogatunk. Énekiskola, dalmesterei kötetek a fő bázis, meg egy csomó gyűjteményes kötet, egyes zeneszerzőknek az egyszerűbb vagy korosztályuknak megfelelő dalajból választunk. A nagyobbak már énekelnek áriákat is. A magánének szak 10 növendékéből most 8 énekes lépett föl. Ő Berki Ara, aki még elsős és a magánének mellett a klarinét szakot is viszi. Azért járok két szakra, mert nem tudom eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban. Szóval ez még így kérdéses. És hát azért jöttem ide, mert a zenén kívül nincs más, amivel tudnék foglalkozni, mert ez az egyetlen, amit annyira szeretek, hogy mindig ez köt le. Idén kezdtem az éneket, és a klarinétot azt már 4 éve csinálom. Már az óviban mindig szerepeltettek, mert hogy nagyon ügyes voltam, és akkor ez így rám ragadt, és nagyon szerettem énekelni. Aztán egyszer volt az iskolánkban egy ilyen bemutatkozás a zenetanároknak, és ott hallottam, amint a klarinéton a tanárom játszott a Rózsaszín Párduc zenéjét, és akkor így eldöntöttem, hogy én biztosan klarinétozni fogok, és igen, és akkor így mentem a klarinét felé, és egy, hát a művészetinek az egyik nyári táborában pedig mondták, hogy jöjjek és próbáljak meg énekelni, hogy milyen a hangom, és hogy kíváncsiak, és megpróbáltam, aztán ez is így megragadott, és végül akkor így itt kötöttem ki. Minden előadó művészeti műfajban a tanulás fontos része a közönség előtt való szereplés. Ezért is igyekeznek minél több fellépést szervezni diákjaiknak az iskolában. Fontos ez nekik, mert egy jelentős részük ugye felvételére készül majd, hogyha érettségire kerül a sor, vagy a szakmai éven ott maradnak, és minél több lehetőséget kapnak a szereplésre, annál jobban tud oldódni a feszültség. Ez ilyen jellegű feszültség, ami a szerepléssel együtt járhat. A szépség és a reklám a női ideál alakulása a 20. század első felében címmel érkezett új tárlat a Janus Pannonius Múzeumhoz a Vasvári házba. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak egy utazó kiállítását hoztuk el most Pécsre. Az a cím, hogy a szépség és a reklám a női ideál alakulása a 20. század első felében. Azért az a címe a kiállításnak, hogy a szépség és a reklám, mivel a kiállításnak a gerincét azt tulajdonképpen reklámhordozók adják.
hát ugye azért mutatjuk be a szépséget, illetve a női ideál alakulását, mivel ugye a 20. század elején is már mindent nőkkel reklámoztak. Tulajdonképpen ez egy nem egy új keletű dolog, hogy a nőkkel mindent el lehet adni. És ezért nagyon szépen kirajzolódik ezeken a reklámtárgyakon az, hogy a női divat és a női ideál hogyan változott a 20. század első felében. Eddig az volt a divat, akit a férfiak eltartottak, az erkölcsös háziasszony, aki neveli a gyerekeket és vezeti a háztartást. Na most a 20. században ez a nőtípus továbbra is megtartotta a létjogosultságát, de újabb nőtípusok is megjelentek. Megjelent például a bároknak, a mulatóknak a világa, az ott jelenlévő félvilági hölgyek, megjelentek a 20-as években a modern nők, akik már rövid hajat hordanak, akik autót vezetnek, cigarettáznak, és hát aztán a 30-as, 40-es években pedig megjelenik a vamp típusú nő, aki a férfiaknak a nyomorba döntője, dajárolt hajjal és tűzpiros ajkakkal, tehát ez is egy teljesen új nőtípus. Már korábban is, az 1900-as években is már megjelennek úgynevezett ilyen reform alsó ruhák, amelyet például a fűzővel egybeszabtak, például ilyen nagyobb csipk és fehér bugyogók, ezeket így együtt hordták, ez már egy reform alsó ruhának számított, de a 10-es években következik be az a nagy fordulat, hogy leveszik a fűzőt, elhagyják a nők, és mindenféle más alsó ruhákat kezdenek el hordani, ilyen gumírozott alsókat hordanak ilyen alapformálás céljából. És aztán a 20-as évek az, ami tulajdonképpen a leginkább forradalmiasította az öltözködést. Nyilván ugye ez az emancipációs mozgalmaknak köszönhető, illetve az, hogy túl vagyunk az első világháborún, ami azért a nőknek a helyzetét megváltoztatta a társadalomban. Nagyon sok olyan munkát kellett elvégezniük az első világháború alatt, amit eddig ugye a férfiak végeztek. Ezért már kezdenek overallt hordani például, ez egy teljesen új dolog. A 20-as években ez aztán ment tovább. Egyre több jogot követeltek maguknak a nők, a fiatalság is egy sokkal felszabadultabb életre vágyott, mint az első világháború előtt. Ugye megjelentek a modern táncok, divatba jött a sportolás, a kislányos testalkat, tehát ez a fajta érett nőiesség, ami az előtte lévő korokat meghatározta, ez már nem volt divat egyáltalán. Mivel a divat az nem egy önmagában létező objektív dolog, hanem az egy teljesen egy társadalmilag és kulturálisan létrehozott kreálmány, ezért nagyon rendkívül érzékeny a társadalmi változásokra és a társadalmi jelenségekre. Egyből megjelennek a változások a divatban, egyből lecsapódnak. Azért is, mert ugye azért a divat és a viselet azért ez egy önkifejezési eszköz is. Így az embernek a belső gondolata, illetve az elvei azok meglátszódnak egyből a divaton. Mondok erre egy példát, például a 30-as években, amikor ugye a II. Világháborúnak a szele és ugye a Németországtól való függés nagyon felerősödött a mindennapi életben. Ez például a magyar társadalom úgy próbált ez ellen tiltakozni, hogy elkezdték a magyaros ruhát hordani. Hogyha bejön a látogató a kiállításba, akkor, és szétnéz, akkor elsőre ugye főleg plakátokat lát, kisebb reklámtárgyakat, például számolócédulákat, árjegyzékeket, ami ugye a mai katalógusnak az elődjei, reklámszobrot és más reklámhordozókat, egy-két viseletet, egy-két ruhadarabot, és akkor nyilván kirajzolódik a szem előtt egyfajta története a divatnak. Viszont mindazok a mélyebb tartalmak, amik még benne vannak ebben a kiállításban, azok akkor kerülnek felszínre, hogyha figyelmesen megnézi a képeket, ha figyelmesen elolvassa a tablószövegeket, akkor rajzolódik ki az tulajdonképpen, hogy itt sokkal több dologról van szó, és sokkal több jelenség együttes meglétéről van szó, mint pusztán a divatnak a változásáról. Mi nem egy viselettörténeti kiállítást szerettük volna elsősorban létrehozni, mert akkor valószínűleg nem ezeket a tárgyakat választjuk ki, hanem akkor sokkal több viseletet hozunk, sokkal több ruhadarabot hozunk. Mi tulajdonképpen ezt a társadalmi jelenséget és a nők helyzetének a megváltozását szerettük volna bemutatni ezen a kiállításon. Nyilván amellett, hogy a reklám fejlődését és a reklámhordozóknak a fejlődését is bemutatjuk.
Néhány hónappal ezelőtt megismerkedhettünk itt a Pécsi Körben a Tiffany's Lips zenekarral. Akkor csak egyikük nyilatkozott. Most a Stream Rock úttörőit első élő próbájukon kaphattuk el. Először sikerült összehozniuk egy élő próbát itt Pécsett, ami azért is nagy szó, mert mint tudjuk, a jelenlévő 5 tagból 2 Pesten, 2 Pécsett, egy pedig Münchenben él, és a világháló lehetőségeit kiaknázva működnek. Többek közt ezért is egy új műfaj a Stream Rock úttörői a Tiffany's Lips. Én féltem attól, hogy amit így megírtunk dalokat, azok hogy fognak élőben megszólalni, mert ugye még sose hallottuk így együtt egymás zenélni, nem csak hogy együtt nem zenéltünk, hanem egymásra hallottuk így együtt zenélni, meg úgy élőbe se, tehát hogy egyesével. Így lehet jelenteni, és ti lesztek az elsők, akik ezt megtudjátok, hogy két hete van billentyűsünk is, úgyhogy a következő próbára már ő is érkezni fog, és a koncerteken egy hatos felállással fogjuk abszolválni a kihívásokat. Igen, és az az érdekesség, hogy minden hónapban majd egy új tagot beveszünk, és sose lesz teljes a zenekar. De ez nem igaz, nincs tagfelvétel. Ha szükségük van valakire, azt megkeresik. Talán Attilát is hosszabb udvarolgatás után sikerült a zenekarhoz csábítaniuk. Egy koncerten találkoztunk, ugye, és akkor Miki és Peti odajöttek, és megkérdezték, hogy hát ugye elmondták, hogy van egy XY projektjük, és hogy lenne kedvem. Én akkor elfoglalt voltam nagyon, illetve most is, de hát most, na mindegy, elkezdtünk együtt dolgozni, és nagyon megtetszettek a dalok igazából, és ez volt a legfontosabb, és emberileg is úgy gondolom, hogy megtaláltuk a közös összhangot, és ez számomra nagyon fontos, és elkezdett működni a dolog. És most tulajdonképpen, hogy így élőben is biztos vagyok benne, hogy nagyon jó fog szólni a dolog, ez, tehát örülök, hogy ez így történt. Van nekem egy másik zenekarom is, amivel igazából így a szóló projektemen dolgozunk, illetve más featuring projektek is vannak, amik más zenei vonal. Hát én úgy gondolom, hogy több lábon kell megállni itt Magyarországon, de igazából ezzel ugye nem is csak Magyarországra gondolkozunk. Tehát lényegében nem az van fő központilag a szemünk előtt, hogy most a rádió játsza vagy nem, hanem mondjuk igazából egy ilyen északi jellegű, mondjuk Svédország vagy bármit mintául véve gondolkozunk zene ízlés terén. Skandináv országok és Anglia, amiben nagyon gondolkozunk, hogy arrafele kéne tolni ezt a zenét, mert ott érdeklődnek vevőkre. A zenekar többi tagja szintén sok minden mással is foglalkozik, így nem kis áldozatokkal jár akár egy próba megszervezése. Szerintem majd ezzel fog foglalkozni később is, hogy valami hasonló zenével kapcsolatos dologgal, úgyhogy én abszolút nem bánom, hogy áldoznom kell a szabadidőmből rá. Nekem ez egy hobbi, tehát egy elég komoly hobbi. Hát abszolút ugye munka és család mellett azért nem könnyű összeegyeztetni ezeket, főleg például a mai próbát is, hát hónapok kérdése, tehát hogy hát kinek mikor jó, én mikor jövök haza, teszem azt, Attila mikor van itt, hogyan tudjuk, szóval nem könnyű, abszolút. Így gyakorlatilag ugye napi kapcsolatban kell legyünk, tehát nincsen az, hogy most akkor lejövünk egyet próbálni, és akkor itt megbeszéljük a dolgokat, hanem akkor megy folyamatosan, kapom az üzeneteket, 8 féle oldalról, pitty, tehát a zsebem ugye állandóan rezeg, akkor reagálni, miért nem reagálsz, már miért nem írsz rá, és ugye mindenki máshogy ér rá, meg más időbeosztás szerint dolgozik. Nekem fontos ez a banda. Tehát én ugye a zenét szeretem, és a srácokkal is nagyon jól megtaláljuk az összhangot, meg kijövünk igazából, nekem fontos. Nyilván meló mellett, meg egyéb dolgok mellett, család mellett nehéz összeegyeztetni, de én azt gondolom, hogy megéri. Abszolút az első helyen van, én napi több órát foglalkozok ezzel a zenekarral. És azt teszem észre, hogy most nagyon jó itt lenni, mert abból a napi 5-6 órából csak a szervezés visz el legalább 4 órát, és a zenélésre marad az a kevés, és most tök jó, hogy végre a zenélésre összpontosíthatunk mind a lányom. Bár most még a zongora nélkül találkoztak, fontos volt, hogy összehozzanak már egy élő próbát.
Már csak azért is, mert áprilisban az egyik legnagyobb budapesti rockklubban fognak koncertezni, a Disco Express előtt, valamint hamarosan megjelenik második EP-jük. Teszem, hogyha mindenki tudja a dolgát, akkor ez nagyon egyszerűen működik, és minden természetesen folyik a medrében. Tehát ugye, mivel hogy pont, hogy interneten keresztül dolgozunk, mindenkinek megvan minden sáv szinte, hogy, tehát, hogy mindenki tud úgymond otthon gyakorolni, nem? Nagyjából. Nyilván lesznek sok próbák, meg kell az is, de hogy nem olyan észreszejtően, borzasztóan lehetetlen dolog ez. Egy koncertre felkészülni, meg gondolom. Így van. Múltkor pont beszélgetünk, kérdezted, hogy nem hiányzik az élő zene, az élő próbálás, és most azért vannak cinkos egymásra kacsintások, hogy jó, ahogy megírtuk, de most ez a két gitár hogy szól együtt, vagy a basszus, ahogy megszólal, vagy a doba, ahogy megszólal, tehát hogy azért egymásra nézünk, hogy na azért ez az igazi eszenciája annak a dolognak. Még a második EP-hez annyit mondanék, hogy vendégekkel tudunk majd együtt dolgozni, sok stílusban sztár vendégünk lesz. Rengeteg pénzért. Hát, hogyha kifizettük az Attilát, ami marad, akkor... Nem tudom, de... Igen. Úgyhogy a második EP annyival lesz talán exkluzívabb, hogy tényleg hívtunk sztár vendégeket, és ők majd a fényükkel emelik a produkció színvonalát. Most pedig következzen programajánlónk. Szokás szerint először vegyük sorra a képzőművészeti programokat. A Janus Pannonius Múzeum jóvoltából két új tárlat is nyílt. Az egyik a Múzeum Galériában, ami az egykori Siklósi Kerámia Szimpóziumnak állít emléket. Továbbá a Vasvári Házban látható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendégkiállítása, a Szépség és a Reklám a Női Ideál Alakulása 20. század első felében című tárlat. Valamint folytatódik a Kávéházi Esték sorozat, melyben most Stefan Henrik Kocsma című festménye került terítékre a Nappaliban 12-én este 6-kor. Egy nappal korábban a Szabad kikötőben egy fotókiállítás válik láthatóvá, mégpedig Bélafi László Portrévázlatok című tárlata. A megnyitó után a 45 After Band fog zenélni, és ezzel rá is térünk a zenei kínálatra. Szintén 11-én este a Nappaliban a Junkie Jack Flash két zenésze, Pető Szabi és Színes Máté Nándi ad egy laza blues estet. 12-én az E78-ban a Metronom Jazz Club vendége Fábián Juli és Zoo Hacker lesz. Az Estcaféban három zenekar áll majd a színpadon, a Stubborn, a Petőfi és a Blind Myself. Ugyanide 13-án estére az Ivan and the Parazol érkezik. Szintén 13-án, azaz szombaton a Szabadkikötőben folytatódik az egyéves szülinapi hétvége egy farsangi bulival. Bálint napján, ahogy az lenni szokott, a Szerelmeseké lesz a főszerep. Ennek fényében ad koncertet a Pannon Filharmonikusok is. 14-én este a Kodály Központban La Dolce Vita címmel. A hétvége után 17-én még visszatérhetünk az E78-ba, ahol két világszínvonalú zenész koncertezik majd. Nézzük továbbá a színházi programokat. 12-én a Nemzetiben bemutatják a Grönholm módszert, a Bóbita Bábszínházban pedig 13-án a Hüveik Matyit. A harmadik színházban 15-én láthatja először a közönség a Komámasszony Hol a Stukker című előadást. Végül pedig nézzük, milyen új filmek kerülnek a mozikba. Egy újabb Marvel képregény hős története elevenedik meg a vázlon, Deadpool száll szembe a rossz fiúkkal. Továbbá premier lesz a Hogyan legyünk szinglik című romantikus vígjátéknak, a Norm az Északi című animációs filmnek, a Carol című filmnek két Blanchett és Rooney Mara főszereplésével, valamint az Egy szobalány naplója című francia-belga koprodukciónak. Ez volt már a Pécsi Kör. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig is szép napokat!